Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrás, én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy a Fidelity, ami a világ egyik legnagyobb vagyonkezelője, azt állítja egy kutatás után, hogy a bitcoinnak az ára a jövőben elérheti az 1 millió dollárt. Igen, az 1 millió dollárt per bitcoin a jövőben, szóval Megnézzük mindenképpen, hogy mire építik ezt a konklúziót. Aztán a második hír az lesz, hogy szeretném összehasonlítani a Bitcoinnak a piaci kapitalizációját különböző nagy cégeknek vagy éppen az aranynak a piaci kapitalizációjával, ugyanis akkor látni fogjátok, hogy a bitcoin még milyen kis apró parányi jelen pillanatban és miért van hatalmas potencia még benne. Aztán a harmadik hír pedig egy délkóreai kriptovaluta váltóról fog szólni, akik illegálisan kerestek 85 millió dollárt, és ez az egyik legnagyobb dél váltó, tehát egy óriás átverés az egész. Melyik az? Ezt is el fogom természetesen mondani, szóval mindez a mai videóban, és ha még nem iratkoztál fel erre a csatornára, de érdekel a kriptovaluták és a blockchain világa, szeretnél napra kész lenni, ami szerintem nagyon fontos, akkor egyszerűen Iratkozz fel erre a csatornára, a Blockchain Bloom Hungary-re, nyomd meg mellette a csengettyű gombot, ugyanis akkor mindig megkapod a videókat, ahogy felkerülnek a YouTube-ra, és ezeket fölteszem minden hétköznap, egy új videót kapsz. Hétfőtől péntekig minden nap egy új videó a legfrissebb, legropogósabb kriptovaluta és blockchain hírekkel. Követhetsz minket a Facebookon, és természetesen az Instagramon is. Valamint töltsd le a teljesen ingyenes kurzusunkat. Itt van a link a videó alatt. Ami arról szól, hogy hogyan kezdjünk neki bitcoinba és más kriptovalutákba történő befektetéshez. Tehát rengeteg infót tartalmaz azoknak, akik most kezdők, és akik már elkezdték, azoknak azért nézzék meg, mert lehet, hogy egy-egy biztonsági lépést kihagytak, amit mindenképpen meg kell tenned, annak érdekében, hogy a kriptód biztonságban legyen. Hallod a sok rémhírt, ha ezeket betartod, akkor nagyon-nagyon minimalizáltad annak az esélyét, hogy ellopják tőled a kriptódat, jó? Szóval mindez a kurzusban, itt van a link a videó alatt. És akkor most nézzük meg, hogy hogy néz ki a piac jelen pillanatban. Bitcoin 11.402 dolláron, ami egy 0,32%-os esés az elmúlt 24 órában. Dehogy is esés, növekedés, növekedés. Na, nehogy már lenézzem. Aztán Ethereum 384 dolláron, ami szintén növekedett 0,54 százalékot. És nézzük meg a nyerteseket. Cello 43 százalékkal hasít az élen. Serum 23 százalék és Band protokoll ismételten elindult fölfelé. 18 százalékot sikerült csinálni a 24 óra alatt. A veszteseket elnézve pedig, de Midas Touch Gold mínusz 9 Cosmos mínusz 8 és Throne Chain mínusz 7 És akkor jöhet az első hír, mi szerint a Fidelity, ami ugye a világ egyik legnagyobb vagyonkezelője, hogy mekkora, az azt jelenti, hogy ügyfeleinek a teljes eszközértékét, ha megnézed, az majdnem 7 billió dollár. Nem milliárd, billió dollár. Szóval ez lényegében tényleg a Wall Street. És öm, ők azt állítják a különböző felmérések után, hogy a bitcoin bizony elérheti az 1 millió dolláros árat. Ugye kapaszkodjunk meg, jelenleg 11.400-valamennyi volt, ugye most néztük meg, hogy mennyi az ára. Én azt mondom, hogy ne legyen igazuk, és akkor csak fel annyi 500.000 dollár, akkor is mekkorát megy még fel a bitcoin? Nem kötötték persze évszámhoz, de, de, de hogy a jövőben. És itt van két érdekes dolog, amit kiemeltem. Az egyik az, hogy ez a Fidelity Digital Assets ugye egy felmérés készített az amerikai intézményi befektetők számára. Tehát lényegében az intézmény befektetők az a Wall Street, ilyen egyszerű. És az első pedig az európai befektetők számára, és a megkérdezett intézményi befektetők 60%-a szerint a digitális eszközöknek van helyük a befektetési portfóliójukban. Tehát ugye régen, régen, nem kell visszamenni sokat, pár éve, pár évet fújoltak, hogy oh, bitcoin, meg kriptovaluta. Most már ott tartunk, hogy az intézményi befektetők, tehát a Wall Street 60%-a már úgy gondolja, hogy már azért érdemes lenne valamit. Nem azt mondom, hogy ólinoznak de legalább komolyan veszik, és most már valamit digitális ö ö eszközökbe is tesznek. Aztán itt van a másik, mi szerint megint a Fidelity Digital Assets, a Plan B által létrehozott stock to flow, ami lényegében részvényáramlási értékelés modellt validálta, és amely a bitcoin, és itt van, hogy egymilliós ára, ára, becsüli, tehát hogy annyi lesz majd a jövőben. És a társaság megvizsgálta azokat a lehetőségeket, melyek vonzzák a befektetőket a bitcoinba, és mind mind befektetés és megállapította, hogy a bitcoin egyre inkább integrálódik a hagyományos befektetési portfóliókba. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát kezdik az intézményi befektetők észrevenni, hogy igenis a bitcoinnak van helye, igenis érdemes tenni bele pénzt, érdemes valahány százalékát a portfóliónak bitcoinnal kibérelni. És és itt is azt mondja, hogy a, a szintén az intézmény befektetőkre, hogy egy hatalmas növekedés várható az ő részükről a bitcoinba való befektetésben ebben az évben, és szerintem ez már egyébként el is indult, tehát egy, egy jelentős növekedés láthatunk. Azért a 60% úgy vélekedett, hogy már pedig annak van helye, az már egy igencsak, ez nem egy-két százalékról beszélünk. <kül> Szóval ez egy azért egy érdekes hír, mert ez végül is nem a Fidelity nem Józsi a sarokból kétfeles után, aki csak úgy benyugi, hogy bitcoin lehet egy millió dollár, hanem itt egy komoly ö, vagyonkezelőről beszélünk, a világ egyik legnagyobb vagyonkezelőjéről. És persze nem tudjuk, hogy mi a jövő, és akkor itt van ez a, ez a stock to flow, ezt azért megmutatom nektek, már beszéltem régebbi videókban róla, de hogy akik még nem látták, azt csak frissítsük föl, hogy miről is van itt szó, hogy ez a Plan B által létrehozott uh, rendszer grafikon. És itt azt látjátok, hogy van ez a fehér vonal, ami így elég élesen megy fölfele. Ez amit ez a fajta grafikon megjósol, hogy így megy majd a bitcoin ára. Ugye itt lehet látni, hogy 1 dollár, 10 dollár, 100 dollár, 1000 dollár, itt pedig az éveket alul. Ugye most itt vagyunk jelen pillanatban 2020 nagyságra, kb. itt. Tehát ugye ott a legvége van ennek. A színes pöttyök pedig azt mutatják, ahogy ténylegesen alakult a bitcoin árfolyama. És ez azért fontos, mert nézzétek meg, hogy ez visszamenőleg, amikor megnézed, tényleg eddig lekövette a bitcoin, nem centire pontosan, de látjátok, valahol kicsit fölötte volt, valahol egy kicsit lemaradt, de mindig érintette azokat a pontokat, amit megjósolt. És ugye ez a rendszer azt jósolja, hogy egy millió lehet a bitcoinnak az értéke, per bitcoin egy millió dollár. És ugye lehet látni, hogy egyébként a, a sötétkéknek a vége és a piros kezdete, ott vannak a halvingok. Ugye eddig három halving, három felezés volt a, a jutalomban, amit a bányászok kapnak. És uh, ugye először itt uh, 50-ről felezték 25-re, itt aztán felezték 12 és félre, és most 6,25 jelen pillanatban. Tehát ez a piros, ez mindig a, a halving utáni új kezdetet jelent, és itt is lehet látni, hogy azért megyünk fölfel szépen lassan. Nyilván nem lesz ez a hirtelen felugrás, aztán persze ki tudja. Tehát azért ö, amilyen helyzetben vagyunk, és amilyen volatilitása lehet a bitcoinnak, bármikor ö, egyébként kilőhet valaminek a hatására. Tehát érdekes rajta tartunk a szemünket, de hogyha megnézitek, akkor egész szépen ezt lekövette. És ez visszamegy egészen 2010-ig, tehát majdnem a kezdetéig, ahol a 2009-ből elindult a bitcoin. Na, szóval egy elég érdekes kis ábra ez, ö, rendszer és ez is azt mutatja, hogy nagy eséllyel megy még a bitcoin fölfele. Aztán a második hír, amiről beszélni akartam, hogy szerettem volna megmutatni, hogy ha a bitcoinnak a piaci kapitalizációját összehasonlítjuk nagy cégek piaci kapitalizációja, vagy éppen az aranyjal, akkor megnézhetedek, hogy ez milyen gyerekcipőben jár még, és pontosan ezért van benne még bőven potencia. Nézzük meg, itt van most jelenleg a bitcoin. Az ábra szerint 12.200 dolláron van, most előbb néztük, hogy 14.400, de a lényeg az, hogy tehát körülbelül is per kb. Ha a GP Morgannek néznénk meg, de csak a GP Morgannek a piaci kapitalizációját, az 16.500 dollár. Tehát az több, mint az összes kint lévő bitcoinnak együtt, hogyha nézzük a, a az értékét. A, menjünk, ugorjunk följebb. A Facebook nagy cég, oké, okay. de akkor is, hogyha a bitcoinnak a piaci kapitalizációja egyenlő lenne a Facebook jelenlegi piaci kapitalizációjával, akkor egy bitcoin 40.300 dollár lenne, nem 11.400 mint most. Hogyha az Apple-t nézzük, az Applenek a jelenlegi piaci kapitalizációjával egyenlő lenne a bitcoin, akkor, ha egy bitcoin 106.000 dollárba kerülne. És nézzük ugye az egyik a legértékesebb nemesémet, az aranyat. <coughs> Hogyha fölnőne oda a bitcoin, hogy jelenleg az aranynak a piaci kapitalizációjával egyenlő lenne, ahhoz egyetlen egy bitcoinnak 487 ezer dollárba kellene kerülnie. És akkor ekkor látjuk, hogy itt vannak a nagyok, de ezek cégek, ebből több cég van, igaz, tudjuk, hogy ezek, a, ezek óriás cégek a világban, óriás multik, de a bitcoin, és itt az egész bitcoin nézzük, meg se közelíti még őket. Tehát pontosan ezért, hogy amit láttuk, hogy az intézményi befektetők egyre jobban hisznek a bitcoinban, a 60%-uk már úgy gondolja, hogy igen, érdemes ö, digitális ö, valuta, kriptovalutába fektetni, és ez még csak a kezdet, még nem láttuk a bikapiacot, piacot, és így tovább, és így tovább, akkor lehet látni, hogy igenis van ezekbe potencia, és a bitcoin még érhet ennél sokkal többet is, mint most. Nos, remélem akkor így, így szerintem ez tök jó megmutatni, hogy el tudjátok helyezni, hogy hol van most a bitcoin a nagyokhoz képest. És akkor jöjjön a harmadik hír, ez pedig arra a bizonyos dél koreai váltóról szól, akik zsebre vágtak profit, gyanánt 85 millió dollárt, tették mindezt illegálisan. Viszont a sokkoló rész az egészben ez is persze, hogy mennyi pénzt, de kapaszkodjatok meg, hogy a cég a kereskedelmének több mint 99%-át hamisította. Várok egy kicsi időt, hogy lássam. Tehát van egy kriptovaluta váltó, ahol folyik a kereskedés, és ennek a 99 a kamu volt. Tehát egy óriási nagy szám, és itt aztán lehetett Bitcoin, -t, Ethereum, XRP-t, USDT-t, sok mindent ö, vásárolni, és ö, igen, és havonta 252, valahol itt írja a cikkbe, megtalálom én ezt, itt van igen, tehát 252 ezer aktív felhasználót érintett a csalás havonta. Tehát ilyen csak nagy szám. És e, itt vagyok, megmutatom, mert maga a váltó, hogy tudjuk, melyik ez a Coinbit. Tehát a fölmentek a Coinbit-re, itt írják, hogy a legjobb kriptovaluta váltó 2018-ban indult, meg hogy valami díjnyertes kriptovaluta váltó, nem tudom, a csalásdíját osztották ki. Tehát a lényeg az, hogy nagyon óvatosan a pici váltókkal, ez is igaz, ugye mondtam, hogy ez egyik legnagyobb Dél-Koreában, de azért, hogyha komolyan gondoljátok, és olyan váltókba gondolkodtok, amik tényleg valami engedélye legalább rendelkeznek, akkor ott van a Coinbase, ott van a Kraken, és ott van a Gemini. Ez a három. Aztán a Binance is egyébként természetesen nagy, neki van a legnagyobb altcoin palettája, de azt tudnatok kell, hogy az nincs úgy leszabályozva, mint az előbb említett három, tehát a Coinbase, a Kraken és a Gemini. Tehát, hogyha akartok mondjuk ö, ilyen nagyobbakat vásárolni, mint ö, Bitcoin, Ethereum, és, és, és tehát, ugye nem ilyen kis altcoinokra mentek rá, akkor bátran használjátok inkább a nagyváltókat. És akkor a csalás és a csalódás esélye, nyilván kisebb. Akik ezekre a kicsikre fölmennek, nagyon vigyázni kell velük. Ez egy óriás biznisz, eltűnnek, nem is kell őket, ugye nincsen semmi könyvvizsgálat, semmi nincsen, nem, csak egyszer elindítják ezt a rendszert, az emberek elkezdenek rajta kereskedni, és hát ez szerintem, én ilyet én nem is láttam ilyen, hogy 99%-át a kereskedelmek hamisították. Á, egy baromi nagy szám. Na, fontos szerintem ezeket is tudni, hogy mit igen, és azt, hogy mit nem. És ezt a váltót Oké, okay. köszönöm szépen. ennyi lett volna akkor már, hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, az mindig nagyon jó lesz. Köszönöm szépen. Aztán, ha még nem iratkoztál fel erre a csatornára, de szeretnél tényleg napra kész lenni a kriptovaluták és a blockchain világában, akkor csak annyit kell tenni, hogy feliratkozol ide a Blockchain Blumhanger-re, megnyomod mellett itt a YouTube-on a csengettyűt, és akkor megkapod a videót, ahogy én ezt uh, kidobom a YouTube-ra, ez általában minden hétköznap ebédidő körül van. Tehát nagyon fontos, hogy hétfőtől péntegig minden nap kapsz egy friss videót, és így aztán tényleg szerintem könnyű napra késznek lenni, ami szintén nagyon-nagyon fontos ebben a kriptovilágban, ugyanis itt egy nagyon gyorsan változó területről van szó. Tényleg, ami egy normál tőzsdén egy évtized alatt zajlik le, az itt a kriptóban akár egy-két hónap alatt ö, lemehet. Ezek a hatalmas kilengések, esések, minden. Tehát itt mindig nagyon képben kell lenni és erre ez a csatorna tökéletes, szóval így mindenképpen naprakész lehetsz, és követhetsz minket természetesen a Facebookon és az Instagramon is. Töltsd le az ingyenes kurzust, itt van a link a videó alatt, hogy hogyan kezdjünk neki a Bitcoinba és más kriptovalutákba történő befektetéshez, ugyanis sok mindent lehet belőle tanulni, mivel teljesen ingyenes, veszténvalód nincs, a tudásod meg ezzel is folyamatosan csak bővül. Holnap természetesen jövök vissza egy újabb videóval, mindenkinek nagyon szép napot kívánok, sziasztok!